Nem készült tematikus bérlettel ebben az idényben sem a Babits Mihály Kulturális Központ, hiszen az a tapasztalat, hogy a színházlátogatók azt a megoldást preferálják, hogy sokféle műfajt láthassanak az adott évadban, mondta Berlinger Attila igazgató. A terv elkészült, és vannak már előadások is, melyek pontos dátummal bírnak. Az is a rendszer része természetesen, hogy nem csak bérlettel lehet részt venni, hanem az adott előadások előtt, amennyiben még szabadon álló helyek vannak, úgy értelemszerűen akár aznap is, még utolsó pillanatban is be lehet térni egy-egy kiváló előadás megtekinteni. A rendszeres látogatók számára kínálta fel első körben a háza lehetőséget arra, hogy meghosszabbítsák már meglévő bérleteiket, így ők akár ugyanarra a helyre vásárolhatják meg az idei évadra a belépőjüket, melyen eddig is ültek. Nagyon sok a hagyományosan visszatérő bérletesünk nagy örömünkre, éppen ezért már hirdettük is, hogy augusztus utolsó két hetében elsősorban a korábban bérlettel rendelkezőket várjuk szeretettel a jegypénztárba. Ők meg tudják újítani ugyanazokra a helyekre, amelyekre hosszú évek óta már helyet foglaltak, ismételten ezeket a bérleteket, és szeptember 1-től válik majd lehetőség a város és a környék lakosságának arra, hogy az új bérletesek is becsatlakozhassanak. Minden bérleti sorozatban 4 előadással készül a Babits Kulturális Központ, de ezek mellett úgynevezett szabad előadásokat is szerveztek, alkalmi színházlátogatókra gondolva. A bérletek áraidról Berlinger Attila azt mondta, csak minimális emeléssel számoltak.